Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban ennek a horgolt melltartónak az elkészítését láthatjátok. Először a mell alatti pántot fogom elkészíteni, ami a legvégén majd kap egy patentot, és akkor ezzel lehet rögzíteni hátul. Utána ezt a részt horgolom meg itt középen, ebből lesz a válpánt. Majd ennek a résznek mind a két oldalán fellehaladó sorokkal, oszlopokkal készítem el magát a melltartó részt. Nagyon könnyen lehet módosítani a méreten, hiszen hogyha ezeket az oszlopokat alacsonyabbra készítjük, akkor már egy kisebb mellrészt kapunk. Lehet szélesíteni, lehet egy kicsit összébb húzni, sőt, ezeket sem szükséges itt meghorgolni, ezeket a szélső oszlopokat akár így le is lehet vágni, és akkor egy teljesen más felső rész formát fogunk kapni. Hogyha úgy készítitek el, hogy nem patenttal, hanem itt eleve összekapcsoltan horgoljátok meg, akkor ez az alsó rész, ez lehet akár hosszabb is, és akkor már egy top is lehet belőle. 6 láncszemmel kezdek. Plusz egy, és nem itt horgolok visszafelé, hanem itt hátul, ezekbe a kis pupocskákba, itt az első, és rövid pálcákat fogok készíteni. A sor végére összesen 6 rövid pálcám lesz. Itt lehet, hogy egy kicsit még segíteni kell neki, mert bár nem húztam meg, de mégis olyan nehezen tudom átszúrni. De hát a kezdősor az ilyen szokott lenni. Egy láncszem emelés. Második sor, egy rövid pálcával kezdem, következőbe pedig 2-t készítek, tehát szaporítok egyet, és még egyet, aztán 2 rövid pálca egymás után, az ezt követőbe ismét szaporítok, tehát ide 2-t készítek, és az utolsót pedig lehorgolom. 8 rövid pálcám van, egy láncszemmel fordulok, és ebben a sorban végig horgolom ezt a 8 pálcát. Ugye ez már a harmadik sor. Egy láncszem emelés. Itt ugyanígy fogok szaporítani, tehát az első rövid pálca, és ezt követőbe pedig 2-t készítek. Aztán, ha jól számolom, akkor 4 rövid pálca jön mindegyikbe egy-egy. Az utolsó előttibe ott duplázok, tehát ide 2-t készítek. És az utolsóba pedig 1-et. Egy láncszem emelés, és itt pedig mindegyik pálca tetejébe 1 készül.
És el is készült a pántunknak az egyik fele, egyik vége. Egy láncszem emelés, fordulok, és itt kizárólag a hátsó szálba fogok horgolni, illetve innentől, egészen addig, amíg el nem érek a végére, illetve ugye ott is majd el fogom készíteni ezt a részt. Tehát csak a hátsó szálba és rövid pálcákkal fogok haladni, 10 sor, illetve 10 pálca egy sorban. Aztán egy láncszem, fordulok, és ugyanezt ismétlem. Tehát végig ugyanezt kell készíteni. És ezzel a fajta horgolással, tehát hogy csak a hátsó szálba horgolok, ezzel érem azt el, hogy én nagyon szép bordákat fogok kapni. Mutatom is itt, ez az eredeti fonal. Ugye itt kezdtem, itt volt ez, amit most készítettem el, és akkor a hátsó szálba horgolással pedig egy ilyen bordázat fog elkészülni, és akkor ezt teljesen olyan hosszúra horgolom, mint a mell alatti körfogat, és ott is még el fogom készíteni ezt a részt a másik oldalon, és így lehet majd összekapcsolni. És most jöjjön a fogyasztás a másik oldalon, ezt is megmutatom. Egy láncszem emelés, és akkor most itt átváltok arra, hogy a teljes pálca alatt áthúzom a fonalat, tehát a két szál alatt, és készítek egy rövid pálcát. A következő kettőt össze fogom horgolni, áthúzom az első alatt a szálat, majd áthúzom a második alatt is, és ezt a három szálat összekötöm. Aztán jön 4 rövid pálca. A következő kettőt azt megint össze fogom kötni. Áthúzom a szálat, áthúzom az azt követőn is, és a hármat egyszerre lehorgolom. És a sorvégi pálca, az is egy rövid pálca lesz, és már is fogyasztottam 2. Egy láncszem emelés, ezt a sort, ezt végig horgolom, 8 pálca van, egy láncszem emelés, fordulok, és elvégzem ugyanezt a fogyasztást még egyszer, tehát az első egy rövid pálca lesz. A következő kettőt összehorgolom. Jön 2 rövid pálca. Ebből a kettőből egyet készítek. És a sor végén ismét egy rövid pálca, fordulok, és itt pedig lehorgolom ezt a 6 pálcát. És amikor ezzel meg vagyok, akkor megvan. Itt is a vége, és egyforma a kettő. Elkészítettem a mell alatti pántot, és elkészítettem az egyik mellrészt is, fel is vartam. Itt vannak különféle jelölők, ezeknek most még nincs szerepük, úgyhogy erről nem beszélek. Először ezt a középső részt fogom elkészíteni, ami itt folytatólagosan a vállpántunk is lesz.
Tehát ez egy ilyen hosszú csík, hosszú. Ez, amit itt látok, ez 170 láncszem. Ugye készítettem egy horgolás próbát, és úgy jött ki, hogy ez a 170 láncszem, ez körülbelül olyan 55-57 cm lesz, és nekem ennyi szükséges. 170 plusz készítek egy láncszemet, és nem a láncszem sorom színén fogok horgolni, hanem itt a hátsó részén, ezekbe a kis húpokba öltök. Mégpedig kúszó szemeket átszúrok itt az első alatt, áthúzom a fonalat, majd áthúzom mindjárt itt is. És én teszek egy jelölőt, mert így ebben jobban bízom. És így horgolom végig a láncszemet, tehát beszúrok ide, áthúzom, és áthúzom mindjárt a következőn is. A kúszószem a legkisebb pálca, és hát nem a legkellemesebb horgolni, viszont jó hír, hogy csak 4 sort kell ebből készíteni. A második sor jön, egy láncszem emelés, fordulok, és a túllévő száltól első, második pálcába fogok ölteni, de csak a hátsó szálba. Tehát nem bújtatom át a tűt mind a két szál alatt, hanem csak a hátsó szálba. Áthúzom, és áthúzom ezen is. Tehát marad a kúszószem, de csak a hátsó szálba készítem el a pálcákat. És akkor ezen kívül még 2 sort kell így készíteni. Hogyha vastagabb pántot szeretnél, akkor értelemszerűen 6, 8 vagy akár 10 sort is lehet így horgolni. Ennyi tehát a 4 sor. És akkor most, anélkül, hogy elvágnám a fonalat, itt fogom folytatni, feljövök, majd vissza. Ez egy oszlop. Feljövök, és vissza. Ez a második oszlop. És így fogok haladni oda-vissza sorokkal, és ahogy látjátok, mindig rövidebbek lesznek ezek az osztopok. Ugyanúgy hátsó szálba fogok ölteni, viszont nem kúszó szemeket készítek, hanem rövid pálcát. Egy láncszem emelés, fordulok, és az előző pálcának a hátsó szálába készítek egy rövid pálcát. Megyek tovább. Hátsó szál, és rövid pálca. És itt az első körben, az első sorban, lehet, hogy egy kicsit nehezebben fog menni, az első sorban 57 rövid pálcát fogok készíteni. Az 57 pálca után egy láncszem emelés, fordulok, és ugyanígy visszajövök, tehát ugyanígy hátsó szál, és ugyanígy rövid pálcák. És a sor végén elkészül az első borda. A következő sort, osztopot, azt ugyanígy kezdem el, és hát végig ugyanígy fogok hátsó szál, és rövid pálca. A különbség annyi lesz, hogy az utolsó 3 pálcába nem fogok rövid pálcát készíteni. Tehát ez az oszlop, ez ennyivel rövidebb lesz. És így fogok haladni egészen addig, amíg 30 pálca nem marad. És innen most úgy fogok fogyasztani, hogy mindegyik oszlop 4-jel lesz alacsonyabb. Tehát 3 helyett 4-jel. Egészen addig készítem, amíg 6 nem marad a végére.
itt a vége ennek az oldalnak. 6 pálca maradt, és ezt most le fogom zárni, mégpedig kúszószemes sorral, aminek itt lesz vége a válpántnak a másik oldalán. És itt el is fogom vágni a fonalat. Egy láncszememelés, fordulok, és itt már mind a két szál alá fogok ölteni, áthúzom a fonalszálat, és mindjárt áthúzom a másikon is. Mind a két szál alatt áthúzom, és ezen is áthúzom. Elkészítem itt a 6 kúszószemet. Az utolsót azt egy kicsit nehezebb itt megtalálni, de azért meg lesz. Az utolsó rövid pálcánk tetejét. Áthúzom, és áthúzom ezen is. És akkor most le kellene jönni ide az alatta lévő szintre. Ezt megtehetjük úgy is, hogyha ide öltök. Áthúzom a fonalat, és elkészítem a kúszószemet. De hogy itt szebb legyen az átmenet, ezért én azt szoktam csinálni, hogy itt van ez a szál itt a végén. Ez igazából az egy láncem emelésnek a felső vége, felső része. Ezt ide rá erőltetem egy kicsit. Most két szál van a tűmön. Így öltök be ide az alatta lévőbe. Áthúzom a fonalszálat. És hát itt is két megoldás van, mert igazából ezt itt mindjárt át is tovább lehet húzni ezen a kettőn, de itt viszont én úgy szoktam, hogy ezért csinálok egy húrkot a tűre, és akkor így húzom át ezen a három szálon. És akkor megyek tovább. A kúszószemekkel. Elérek ide a következő szinthez, megkeresem itt ezt a kis szálacskát, ráhúzom, és megint egyel lejjebb jövök, egy húrok, és áthúzom mind a három szálon egyszerre, és így ilyen lesz az oldala, tehát itt szebb az átmenet. És akkor ezt ismétlem végig. Tehát így egészen idáig. És itt pedig megyek tovább kúszószemekkel a pántnak a végéig, ahol, mint mondtam, elvágom a fonalat. És akkor ugyanezt, tehát szóról-szóra ugyanezt, ugyanezzel a fogyasztással, amin ugye lehet módosítani, de én így csináltam, elkészítem itt a másik oldalon is. Tehát itt csatlakoztatom a fonalat, jövök föl az 57-tel, aztán a 3-as fogyasztásokkal, majd a 4-essel, végül 6 marad, és akkor feljövök is. Lezárom a sort ilyen szépen. Amikor elkészítem itt az utolsó kúszószemet, tehát leérek ide a válpánt szintjére, akkor annyit változtatok a horgoláson, hogy itt már csak a hátsó szálba készítem a kúszószemeket. A válpánton végig. Azért, hogy ne változzon a minta kinézete. Hiszen a válpántot is úgy készítettem, hogy csak a hátsó szálba készültek el a kúszószemek. Ez a rész is kész, és most már csak fel kell varni, de pontosan hová. Ez a jelölő jelöli ennek a pántnak, a mell alatti pántnak a közepét. Ezt nagyon egyszerű lemérni, itt összefogtam, és már is megkaptam a közepét, de akár a bordákat is le lehet számolni, és úgy még biztosabb a dolog. Amikor felpróbáltam, akkor benéztem azt magamnak, hogy hol is van a mell közepe,
azt itt megjelöltem, és 2, 4, 6, 8, 10, ez a 11. borda, és innen a másik oldalra is kiszámoltam, hogy innentől melyik a 11. borda, és e közé a kettő jelölő közé kell beraknom ezt a mellrészt. És hát látszik, hogy ez nagyobb, mint a hely, tehát ezt majd egy kicsit össze kell húznom a varrás során. Ami itt a biztos pont, az a középső, tehát úgy fogok varni, hogy a közép részt azt lerögzítem ehhez a bordához, és aztán varrok erre, és varrok a közepétől arra, és közben itt szépen egymáshoz közelítem a merrésznek a bordáit, és figyelek arra, hogy a vége itt legyen. Arra is figyelek, hogy a vízszáján varjam fel, tehát ez így fog majd kinézni. Mutatom, hogy ez nem egy ördöngős dolog, mert hát ha sokan tartanak tőle, hogy úristen, varni kell. Tehát idáig behúztam a fonalat, és itt megkötöttem. Lett két szálam. Az egyikkel errefelé vartam, a másikkal pedig erre fogok. Ez a 11. borda, innen a közepétől számolva, ide kerül a széle. És most egész egyszerűen azt csinálom, hogy kihúzom az első részt is, hogy ugyan olyan hosszú legyen, mint a mellrész, és itt megfogom körülbelül itt, hogy ez így az egyharmada lehet kb. És itt elkezdem varrogatni ide-oda. Először csak idáig, ahol az ujjam van. Megyek tovább. Itt megint nézem, hogy hol a bordám, megint megnyújtom, és mondjuk most itt fogom meg. És akkor ez pedig itt az utolsó harmad. És itt azért már könnyebb dolgom lesz. És ezt pedig ilyen szépen azért itt többször átvarrok. És ezennel ez is kész van. És mindkét merrész fel van varva, és mindegyik ugyanakkora. Behajtom itt a pánt részt, a mell alatti pántot, mintha már rajta volna a kapocs, vagy a patent, amit kigondoltunk, és megnézem azt, hogy hova is varjam a válpántot, hova is kerüljön, és itt mindenképpen figyelni fogok arra, hogy erre is ugyanannyi borda legyen, és erre is ugyanannyi borda legyen, tehát egálba legyen a kettő.